Sziasztok, Jufe vagyok, és a megjelent legújabb HKK mini kiegészítőről, a látomásokról fogom elmondani a véleményemet. Kezdjük is az elemzést a Zén ritka lapjával, méghozzá a mentális tortúrával. Ez a kártya ugye egy egymarás vízió, ami erősen hasonlít a butaság terjedésére. Annak mondhatni egy 2019-es változata. Ugye az a kártya a utaság terjedése szintén egy manáért jön, igaz a gyűjtőben már 3 VP-ért kell kijátszani, és az általunk választottat fog dobatni, még ez a mentális tortúra alapesetben véletlenszerűt, és az a semmibe dobat, ez pedig a gyűjtőbe. Ez a dobatás szempontjából a összehasonlítás, ez alapján mondhatni majdnem, hogy gyengébb kártya mentális tortúra, viszont ugye az 3 manaerő már a második alkalommal a utaság terjedése, tehát az sokat gyengít a kártyán, ez még folyamatosan egy VP-be fog kerülni. Viszont ami hatalmas előnye, hogy egy sebezget is 2-t a tortúra, és egy VP-t is bukat, ami nagyon sokat fog szerintem számítani például egy Ctrl vs Ctrl csatába, ugyanis egyszerűen bele lesz kényszerítve az ellenfél, hogy rákánt ereje sok esetben, mert ha egymanás kánterekkel van tele a keze, és pont elkezdjük bebukatni ezt az egymanáját a harmadik körbe például, vagy negyedikbe is még sok esetben előfordulhat, akkor bizony nagyon-nagyon zavaró fog lenni az, hogy az egymanáját, amit egyébként kánterre költene, azt elveszük tőle. Így egy kontroll és kontroll csatában ez a kártya szerintem abszolút meg tudja nyerni a partit. Valamint a mentális ikon mellett se menjünk el, ugye, mert onnantól kezdve, ha véletlenül tudunk neki némi szinergiát rakni a pakliba, akkor már ugyanott tartunk, mint a butaság terjedésén, abból szempontból, hogy itt is mi általunk választott lapot fogunk dobni. Márpedig van jó néhány olyan mentális lap a metába, amit akár el tudok képzelni, hogy bekerülhet akár egy sima standard kontrollba, és gondolok itt például tudati blokkolásra, vagy például egy felejtő bűbájra, és nyilván az elme hatalmára. Ezt a triót szerintem bármelyik kontroll azért el tudja viselni a pakliába, hogyha némi szinergiát szeretne kölcsönözni a tortúrának. Maga a tortúra nyilván legeslegjobban zartod szabálylap mellett fog működni, de szerintem sima ötlapok is erőszeretettel fogják hasznosítani. Ez mellett van egy side képessége is a tortúrának, ami valószínűleg egyre-egyre fontosabb lesz. Ugye az új kiegészítő az egy megjelenésével most jönnek ezek a gyűjtőből átforgatós képességű kártyák. Gondolom, hogy ha nem is mind, azért jó néhány akár bekerülhet ezekből is a metába, vagyis tovább szélesíti a gyűjtőjátékot. Ennek köszönhetően maga a semmizés még fontosabb eleme lesz a pakliknak. Ennek köszönhetően erre a kártyára, hát 9 és 10 pont között vacilák, mondjuk ilyen maradok a 9-nél, de közel 10 pontos kártya ez számomra. Következő lapunk nem más, mint a kiegészítő epikus követője, méghozzá Semmi Mestere. Ez a követő nekem iszonyatosan tetszik. Alapvetően az epikusokkal kapcsolatban egy nagyon negatív véleménnyel voltam, ugyanis én olyan egységúnak tartom ezt a minden olcsóbbít egyel vonalat, valamint egy kis apró extrát még rápakolunk. Minden nagyon beszűkít ilyen szempontból. Ennek Semmi Mesternek igaz, hogy mondhatni olcsóbbító képessége van, ugye helyettesíti a nekró költségét, de azért mégis ezzel, hogy az ellenfél dekéből égetünk a sajátunk helyett, ez egy új win conditiont hoz be igazából. Ez miatt én nagyon érdekesnek találom, és ez lesz talán az első ilyen epikus, amivel fogok is talán játszani, mert eddig ez erre nem akadt lehetőségem, vagy mindig volt más opció, amit kipróbálja. Így most a Semmi Mestere annyira tetszik nekem, hogy őt mindenféleképpen kipróbálom. Nyilván adja magát, hogy berakjuk mellé a Search-it, berakjuk mellé az erőny a semmiből, vagy a mutyolát, de abszolút rá lehet erősíteni erre a deckégető vonalra még néhány kártyával, amit még
be tudunk tenni, és akkor rögtön ott találja magát az ellenfél, hogy akár már ilyen negyedik, ötödik kör környékén már attól kell tartania, hogy leég a deckje. Pedig mi igazából csak egy sima kontroll vagyunk, tehát mi tudjuk játszani a védekező játékunkat, ez mellett be tudunk tenni egy olyan kellemetlen nyerési opciót, ami szerintem nagyon fogja zavarni az ellenfeleinket. Az mellett még ugye, hogy egy sima ötlapos kontrollról beszélünk, van egy jés képessége is a lapnak, ami ugye már a tortúránál említettem, hogy a semmizésnek hatalmas erősödésére számítok az új kiegészítőnek köszönhetően, ugye jön ez a jelenés képesség. Itt is ugye egy lap semmizését instant meg tudjuk tenni bármikor a játék folyamán, ami szerintem, ha nem is egy laphúzásnyi előnyt jelent, de mondjuk egy mondhatni egy fél lapnyi előnyt, akár simán pluszban még oda lehet tenni ennek a lapnak, tehát ez egy ilyen 5,5 lapos kezdés az én szememben igazából. Egy fixen, hogy egy biztonsági elem ott van a játékban, vagy akár az ellenfél új vízőját, a mentális tortúrát mondjuk ki tudom fixen tekerni, vagy akár bármilyen erőforrását, amit visszavennem mondjuk a kék UR műbája, és ebben nem fog tudni elúszni ez miatt. Ez nagyon nagy biztonságot jelent. Szerintem ez a kártya ennek köszönhetően nagyon sokáig ott fog tudni maradni a metába. Én nagyon sokat várok ettől a laptól, és fogok is próbálgatni. Ennek megfelelően egy 9 pontot adok erre a kártyára. Ez az én ugye elsősorban a feltámadós lapokról, a víziókról szól. Ennek a vonalnak a egyik legerősebb lapja az elképzett világ, a helyszín, ami kijött ebbe a kiegészítőbe, ez hatalmas erősítést jelent a vízió decknek, én úgy gondolom. Az, hogy az ellenfél körébe is meg tudjuk nyomni a patakot, a szuzit, meg a felejtésárát, iszonyatosan meg tudja gyorsítani a decket. És az, hogy begenerálva a gyűjtőbe, fixen effektíve behúzzuk, Ez szerintem eszemen nagy előny. Valamint ugye ez egy egymanásig, ugye a legtöbb sík ugye két manába szokott kerülni, ez ugye egy VP-be kerül, amit rögtön vissza is ad az első vízió kijátszásakor. Ez mellett még gyógyít is négyet, ami azért eléggé nagy, tehát ez is egy plusz stabilizáló elem. Simán el lehet vinni magát ezt a vízió decket, ennek köszönhető egy kicsit kontrollosabb irányba. Nagyon-nagyon nagy potenciált látok benne. Szerintem sokan fognak vele próbálkozni, nem véletlenül. Ez a kártya egymagában egy akkora buffot tud jelenteni ennek a koncepciónak, hogy biztosan gyakran fogunk találkozni velük a versenyasztalokon. Ennek megfelelően az elképzelt világnak 9 pontot adok. Kiegészítőben nem csak feltámadós lények, valamint víziók jelentek meg, hanem gyűjtőgenerálás is, méghozzá ebből is egy hatalmas prémium kártya, ez a Morgan szelleme, aki egy zanszilánkért éget 3 lapot. Régen még a patkány is, ami egymanája égetett 3 lapot, nagyon sokáig használt kártya volt, tehát most ott tartunk, hogy egy zanszilánkért sikerül 3 lapot beégetnünk már. Ugye ott volt a megrontott lélek is, ami nagy vonalban ugyanezt tudta már még a zanszilánkban megjelent időkben, és azt a kártyát is nagyon szerettük, de azt ugye be kellett égetni a gyűjtőbe, vagy be kellett tennünk kijátszásakor, persze mondjuk nem sok mindent tudtak azon tenni, de alapvetően ugyanezt a vonalat viszi tovább, ez egy zanszilánkért égetek 3 lapot. Nagyon erősnek tartom magába a deckjében. Nyilván semmi újat nem mutat, tehát ilyen szempontból túl sok újdonságot nem látunk a labban, semmi extra képessége nincs ezen felül. Jó, az ellenfél deckjéből is égett 3 lapot, de ez részletkérdés a mi paklink szempontjából. Nem hiszem, hogy máshol elő fog fordulni, mint gyűjtőgenerálás koncepcióban. Persze kísértett, tehát lehet, hogy az új kiegészítővel kialakul valami komolyabb szinergia kísértetekkel, és ebből ezen a vonalon még azért lehet létjogosultsága a lapnak, de magába a gyűjtőgenerálóba jó eséllyel le fog cserélni egy már drágább gyűjtőjátékot erőltető lapot.
most már egy manás lapnál drágábbat szerintem senki nem fog betenni, amit gyűjtött generál. Régen még ugye lidércharcos, lidércudat bepakoltuk, meg morgarontás még esetleg talán, de már valószínűleg az sem nagyon. Most már inkább az egy VP-s, vagy egy zanszilánkos, vagy esetleg a totyimotyi esetében nulla manás gyűjtőgeneráló lapokat használjuk. És ennek megfelelően egy teljesen kornak megfelelő papír, és tudok kevesebb lap pontot adni neki, mint egy 8-ast. Feltámadós lényekből az első, amit elemzünk, ez nem más, mint a rémlovag. Igazából ez egy kragorúba, meg varkódarba, vagy targadomba illeszkedő kártyának tűnik. Igazából a semlegesítése az esetleges, ugyanis egy a lapoknak a mondjuk kb. 50%-ára működik jól. Viszont a méretei miatt, meg az miatt, hogy feltámad, szerintem mindenféleképpen érdemes vele foglalkoznunk, és abszolút játszható kártyának tűnik. Ez mellett még esetleg egy lépéselőnybe is, vagy keltetőbe is be fogjuk tudni tenni. Nem lesz top papír, ebben biztos vagyok, de korlátozott környezetben, vagy ilyen nagyon kicsit szélsőségesebb paklikba, mint amiket felsoroltam, oda be fogjuk tudni tenni, és körülbelül az átlagot hozni is fogja. Nem lesz a húzólapja valószínűleg a paklinak, tehát nem lesz olyan szintű kártya, mint például az elképzelt világ, aki egy hatalmasat fog húzni az adott paklin, de mindenféleképpen az adott pakliával játszható darab. Az a része, hogy kára vagy aktivizálódik, vagy nem lehet forrás célpontja, hát nem tudom, szerintem ez a forrás célpontja, mert ez elég ritkán fog jól működni. Nem tudom, hogy máshogy első körben nyilván, ha kirakjuk, akkor valószínűleg repülni fog. Ha fenn van még egy kört, akkor rögtön a körünket azzal kezdjük, hogy forrás immunissát tesszük. Hát nem tudom, nem hiszem, hogy ezt a képességet gyakran érdembe fogjuk használni. Úgy van, akkor úgyis lelője az ellenfél az ő körébe. Egyébként meg nem nagyon van relevanciája, ez szerintem kicsit ilyen feleslegesen került rá a lapra, de maga a kártya szerintem megállja majd a helyét, én ennek megfelelően egy 7 pontot fog erre a lapra adni. Következő lap a transzörvénylő, igen, az ő személyében megérkezett, mint hogy már Zsolt jellemzéséből is olvashattuk, az első a lény, ami áramlásból saját magát termeli meg, ez abszolút egy érdekes effekt. Nyilván ez a drágítós környezetekben tud igazán kidomborodni ez az újdonság. Egy erdőben tényleg nagyon erős ez a képesség, hogy rögtön egymanáig ki tudjuk rakni magát, és utána még szintén tovább olcsóbítja a többi áramlásos lapunkat. Nagyon érdekes, nagyon hasznosnak tűnő kártya magába, ebbe az áramlós követővel operáló pakliba. Nyilván egyelőre ez mindig csak egy ilyen picit ilyen fun deck-szerű, de azért, ahogy látjuk, egyre jobban csöpögnek hozzá a kártyák, lehet, hogy nagy kiegészítővel is érkezik egy-kettő, és hogyha így lesz, akkor már lehet, hogy egy ilyen középmezőnyös paklit, ami ki lehet vele alakítani, ami kicsit korlátozottabb versenyeken, akár egy beszűkültön már, akár toppaklivá is kinőheti magát. Nekem ez egy nagyon tetszik ez a kártya, magába a koncepciójába illeszkedik, ezért 7 pontot tudok neki. Egy újabb vízióhoz érkeztünk, ez pedig a gyógyító zivatar. Hát nulla manás víziók, azok általában nagyon rosszak nem lehetnek, ezt már Szuzinál meg Pataknál így körülbelül megtanulhattuk, ráadásul ő is tud termelni manát, még ha csak az első körbe is, mármint amikor a kézből játsszuk ki. Tehát egyébként pedig a max épénket növeli, és még egy ütőből átforgatva két manár vissza tud venni egy ilyen speciális dolgot, ami egy elf, vagy pók, vagy seram varázslat. Nem tudom, hogy mennyire fog működni ez a, mondhatni, etnikum, ez a zöld, pókos, elfes deck. Oda nyilván ez egy jó kártya, egy stabilizál a max CP növelésével, ugye ősmágiás, és ezt sem felejtsük el. Tehát, hogy
jónak tűnő kártya, de eléggé korlátozott, hogy hova fogjuk tudni betenni, ezért ez miatt nagyon sok pontot nem fogok tudni neki adni. Side-ban még lehet, hogy előfordulhat követő törés esetében, hogyha olyan deckkel játszunk, amivel gyakran akarunk követőt törni, viszont ugye azt is vegyük észre, hogy maga a törhető követős deckek az epikusoknak hára körülbelül kezdenek eltűnni úgy, ahogy vannak. Tehát ez miatt a relevancia ezért szerintem kicsit csökkent ennek, ha növeljük a max épét majd sideboard dolognak, de lehet, hogy még visszatérnek ezek az idők, nagyon remélem, mert nekem mondom, túlzottan sok ez az epikus már, ami érkezett. Maga a jövőbeni esélyének, hogy side-okba esetleg bekerül, ez miatt még egy 7 pontot meg tudok előlegezni a kártyán. Kiegészítőben egy vérfarkas is érkezett, ez a Krausus nagyúr. Hát szokásosan feltámad, mint a farkasok java, valamint egy mana plusz egy ZS-ért le tud szedni összességében 2 lapot, hogyha átrakjuk a semmibe. Egyébként pedig egy viszonylag farkasokhoz mérten közepes, vagy mondhatni kicsi ütőerővel rendelkezik, 2 tud ütni. Hát szerintem erre a kártyára abszolút nem volt szüksége a farkasnak, eddig is volt leszedése. Akár egy dérfarkas, vagy egy őrjöngő, vagy egy rima is tud dermeszteni, vagy ott van maga a vonyítása, esetleg olyat akarunk használni, ami instant. Nem érzem létjogosultságot ennek a kártyának. Leszedésbe közepes, ütésbe közepes. Igazából semmiben nem tud ez a kártya kimagaslót. Be is kell ugye áldozni rögtön a semmibe, tehát hogy még egyszer nem fogjuk tudni használni, hogyha le akarunk vele szedni. Ráadásul passzivizálni kell, tehát mi azt se lehet, hogy bemegy ütni, és akkor majd onnan bedobva majd leszedünk lapot. Szerintem ez egy nagyon-nagyon gyengén sikerült kártya. Persze hozzáteszem, a farkasoknak nincs is nagyon szükségük erősítésre, mert irgalmatlan erősek, de ilyen lapot kiadni szerintem totálisan felesleges, ez pont olyan töltelék, amit jó kiadtunk egy farkast, mert hogy szeretik a farkasokat, és jöjjön ki azért egy-két vérfarkas is, de azért ne is adjunk nekik igazából erősítéset. Ez pont egy ilyen kártya, de ilyeneket szerintem kiadni totálisan felesleges. Nem hiánypótló kártya, és nem is erősebb, mint az eddigi leszedések. Innentől kezdve én 6 pontot adok ennek a lapnak, de az is csak azért, mert azért olykor elő fog kerülni, lehet, hogy be fogják tenni azért az emberek, de hogy előrébb nem lesz ettől a farkas deck, az hód biztos. Következő feltámadós papírunk, ez az Illúziók űre. Hát alapvetően ez egy védőlap lenne a víziós feltámadós lapjainak, de igazából ezek a kártyák ellen-ellen lapok, mint ahogy ugye már Zsolt is hivatkozta, soha nem szoktak igazán működni. Főleg, hogyha ilyet tud, hogy 3 épét sebez, meg veszít egy manát, hát ez annyira szánalmasan gyenge, hogy szörnyű. Tehát, hogy ez a lap az, ami szerintem soha, de soha nem fog bekerülni pakliba, maximum valamilyen nagyon-nagyon kezdő a gyerkőzbe fogja pakolgatni, de neki se javasolnám, mert ez a lap még nem is tud, legalább tudna egy 3-asat mondjuk oda csavarni, tehát lenne egy kis támadó effekt ebbe a lapba, de abszolút még a statjai alapján is ez egy védekező kártya, 1/4-es, tehát azon kívül, hogy felmegy és védi a seggünket, semmit nem fog csinálni egy manáért. Manapság ez már olyan szinten szörnyen gyenge, hogy ez az alap soha nem fog deckbe kerülni. Ennek megfelelően 4 pontot adok ennek a kártyának. Utolsó lapunk ez a Falafeltom, vagy micsoda. Ez is egy feltámadós elf, ami papíron a víziókkal működne együtt. Ugye annak megfelelően minél több víziónk van a gyűjtőbe, annál nagyobbat lehel. Hát meg kap izomjelzőt, vagy még az elfényeket is nézi, hogy az a játékban lévő, de hát nyilván most egy elf pakli, ugye az fajon működik jelen pillanatban körülbelül, de hát oda is 2 VP-t beletenni egy ilyen kontrollba, hogy majd ha többi counter elfem az szintén az asztalon van, akkor majd nagyobbat fog ütni, hát ezt soha nem tennénk be nyilván még egy elf kontrollba se. Vízióban pedig egyébként is vannak nagyobb, olcsóbb sebző lapjaink, oda szintén nem fogjuk bepakolni. Ezt nem értem, hogy kitalálta, mit látott ebbe a labba. Tehát, hogy
Az ilyen kártyák tudnak engem kicsit felidegesíteni, amik abszolút leri róluk, hogy semmi, de semmi hasznuk nincs, és soha nem fog bekerülni semmilyen pakliba. Látom, hogy ezt így érdemben mit szerettünk volna vele csinálni, de hát ez nagyon-nagyon-nagyon kevés ahhoz, hogy ez működjön. Sokkal többet ért volna, hogyha egy akár egy kiadott token nap jelent volna meg mondjuk ebbe a kiegészítő, mondjuk egy kis massza, vagy bármi, amit esetleg nehezebb beszerezni, mint egy ilyen lap felújítása, az a véleményem. Sajnos nem látom bele semmit ebbe a labba, mondom az a véleményem, szerintem soha nem fogják használni, ennek meg ugyanúgy 4 pontot tudok adni, mint az illúzió körére. Összességében ezzel a zénnel kapcsolatban eléggé felemások az érzéseim, ugyanis van kb. 3 olyan kártya, amit szerintem hosszú távon sokat fogunk látni az asztalokon, ezáltal abszolút elégedett vagyok vele. Van kb. 4-5 olyan kártya, ami úgy gondolom, hogy a saját koncepciójába, amiben ki lett találva, még ha nem is top koncepciók, meg fogják állni a helyüket, és olykor-olykor be fognak férni, valamint van 3 olyan kártya, ami viszont úgy érzem, hogy nem sikerült túl jól, mondhatni feleslegesen került kiadása. Ezek a lapok meg kicsit mondhatni fájnak nekem, hogy belekerültek ebbe az énbe. Így azt mondom, hogy az előző zéhez képest szerintem egy picivel gyengébbre sikeredett az én, olyan szempontból, hogy ugye ez a 3 kártya, ami nagyon kilóg nekem a sorból az alsó fertájon. Viszont a tetején meg ugye ott van az a másik 3 kártya, amikor fölfele lóg ki egy picit, talán mondhatni még túlzó is egy zénhez képest. Talán az előző zén kiegészítő közelebb áll az én ízlésemhez, hogyha az én erősségét nézzük, de nagy vonalakban azért elégedett vagyok, azt a 3 lapot leszámítva. A következő videómban várhatóan a beholderes draftomnak a draftolási folyamatát tekinthetitek majd meg, és azt fogom pár kommenttel alátámasztani, hogy mikor, miért, mit vettem ki. Ez szerintem egy pár hét lesz, mire érdemben fel fogom tudni dolgozni, de mindenféleképpen figyeljétek a csatornát. Addig is sziasztok!